Gyakorlatilag az egyik fizetéstől a másikig éltünk. Ezt csináltuk hónapról hónapra, és ez rendkívül stresszes volt. Próbálod élvezni az életed, de folyamatosan az jár az agyadban, ha ezt teszem, az kiadással fog járni. Sue Ellen és Ginny Johnson sok amerikai családhoz hasonlóan csak alig vagy egyáltalán nem tudtak félrerakni. Egyik fizetésről a másikra éltek. Kiutat kerestek. Állandóan zsonglőrködni kellett a pénzzel, hogy meg tudjunk élni. 20 évvel ezelőtt, amikor Johnsonék összeházasodtak, Ginny alacsony, de biztos jövedelme fedezte a pár szükségeit. Ahogy bővült a család, a kiadások nőttek. A férjem nem akart a kamerák előtt erről beszélni, de azt támogatja, hogy én elmondjam. Minden egyes dollárra szükségünk volt, és egy ponton már annyira aggódtam, hogy nem bírtam aludni. Olyan érzés volt, mintha egy hurok lenne a nyakam körül, amely lefele húz. Ráadásul Ginny munkahelyén a túlórákon kezdtek spórolni. Tudtam, mennyi az az összeg, amiből gyakorlatilag életben tudunk maradni. Ez már a túlélésről szólt. A soha nem csillapodó stressz Johnsonék házasságát is veszélyeztette. Így zajlottak a családi viták. Én azt hajtogattam, hogy nem tudok dolgozni, mert otthon kell lennem a gyerekekkel, erre ő. Hát én mindent tőlem telhetőt megteszek. De én úgy gondoltam, hogy többet kéne tennie értünk, de közben tudtam, hogy ő tényleg mindent megtesz, amit csak lehet. Úgy tűnt, nincs kiút az anyagi nehézségekből, míg egy vasárnap délelőtt Johnsonék pásztora beszélt az adakozás és a tizedfizetés fontosságáról, majd egy ajánlattal állt elő. Azt mondta, ha befizetjük a jövedelmünk 10%-át, és egy bizonyos idő múlva nem áll be változás a bevételünk összegében, akkor ő visszafizeti az addig beadakozott pénzt. Egymásra néztünk. Hát mégis ki csinál ilyet? Nagyon erős lehet a hite abban, amit mond. A férjemmel aznap együtt voltunk a gyülekezetben. Egymásra néztünk, és ő azt mondta, mi vesztenivalónk van. A múltban a pár néhányszor már adakozott a gyülekezetük és a CBN számára is, de nagy kihívást jelentett számukra, hogy a jövedelmük 10%-át befizessék. A jövedelmünk 10%-a nagy áldozatnak tűnt. 10%-a villanyszámla fedezete, vagy az autó részletfizetése. Amikor elkezdtük beadakozni, nem láttuk azonnal az eredményt. Eldöntöttem, hogy nem a gondolataimra fogok figyelni, hinnem kell, hogy Isten megtartja a szavát. 6 hónappal később Sue bevallása szerint a változás tagadhatatlan volt. Először Ginny munkahelyén visszaállították a túlórázás lehetőségét. Majd a családnak sikerült eladni egy nem túl jó állapotban lévő földterületet. Fogtuk és beadakoztuk az összeg 10%-át. Néhány éven belül a család bevétele megduplázódott. Szinte több munkája volt, mint amit el tudott végezni. Így még többet adtak a gyülekezetüknek és a CBN-nek. Jó földbe vetettünk. Tudtam, hogy a 700-as klub egy őszintén Isten munkáját szolgáló műsor, aminek a része akartam lenni. Mekkora áldás, hogy Isten engem is kiválasztott, hogy másoknak segítsek. Hogy van extra jövedelmem, amivel másokat tudok támogatni. Az adakozás teljesen megváltoztatott. És nem csak anyagi értelemben, hanem teljesen megváltoztatott érzelmileg és fizikailag is. Élvezem a családom jelenlétét, sokkal közelebb kerültünk egymáshoz. Már nem veszekszünk, és ez csodálatos. Szeretném, hogy mások is megtapasztalják ezt, hogy tudják, hogy Isten megtartja a szavát, és hogy amit mond, az meg is fogja cselekedni.